Szekszárdon május végén nyit a Babits Mihály Kulturális Központ, amint az intézményben működő oltópont megszűnik. Berlinger Attila azt mondja, már a következő hónapok programjainak előkészítésén dolgoznak. A gyereknap kapcsán is tervezünk már kisebb programokat, de én úgy gondolom, hogy az idei nyárnak a fő attrakciója az a Vármegyeháza udvarán zajló események lesznek. Ebben nagyon sok mindent próbáltunk úgy összeállítani, hogy minden réteg és minden olyan lakossági csoport életkor megtalálja magának való programot. Fel is sorolnék ebből néhányat. Pünköst hétvégéjén már szabadtéri élő koncertekkel fogunk bejelentkezni a Vármegyeháza udvaráról, és június elejétől egészen szeptember végéig szinte 3 hónapot átölelő programot szervezünk. Ebben lesz foci EB, ebben lesz olimpiai közvetítés, ebben lesznek gyermekműsorok, mozivetítés, német színházzal közösen színházi előadások, a Borok és Húrok Fesztivált is közösen ott fogjuk megtartani a szervezőkkel, de nyári matiné műsorok, könnyedebb, klasszikus és operett jellegű darabokat is tervezünk. Pakson elindul a vetítés a Kamara moziban. Az Atomváros új, a legkorszerűbb technikával felszerelt mozia 2020 tavaszára készült el, de a pandémiás helyzet miatt csak most adhatják át a nézőknek. A 90 fős moziban május 20-án lesz az első vetítés. Természetesen csak szigorú korlátozások mellett lehet majd a szolgáltatást igénybe venni. Csak védettségi igazolvány felmutatása mellett lehet majd a moziterembe belépni. Ezt ellenőrizni fogják egyébként már a jegyvásárláskor, de a belépéskor is, hogy rendelkeznek-e védettségi igazolvánnyal, akik szeretnének moziba jönni. Ez alól természetesen kivétel, a 18 éven aluliak is jöhetnek, nagykorú 18 éven felüliek kíséretében, akiknek van védettségi igazolványa, illetve kivételt jelentenek még azok a 16 és 18 év közöttiek, akik szintén regisztráltak és felvették már az oltást, és a védettségi igazolványt is megkapták. Tehát ezen feltételek mellett látogatható a mozi, illetve az előadások. Kalocsán a nyitás azt jelenti, mondta Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, hogy a közművelődés minden szereplőjének egy asztalhoz kell ülni, egy közös koncepció kialakításának érdekében. A fő cél az év legnagyobb rendezvényének, a Paprika Fesztiválnak felfuttatása, de emellett számos olyan rendezvényt is szervez a város, amely eddig még hiányzott a palettáról. Most azt láthatjuk, hogy optimistán vagyunk a jövőt illetően, hiszen mindenféle tudósítás és információk szerint úgy látjuk, hogy nyitnak az országban a különböző kulturális intézmények, különböző vendéglátó és turisztikai helyek. Éppen ezért munkatársaimmal elkezdtük összerakni az előttünk álló időszak, tehát itt a 2021. december 31-éig gondolkodunk most, elkezdtük összerakni a programtervet, és azt a kulturális elképzelést, amivel szeretnénk újraindítani Kalocsán is, és itt a térségben is az életet, a kulturális életet. Kalocsa idén már arra készül, hogy a hagyományos Paprika Fesztivál színvonalában és méreteiben is meghaladja az eddig megszokottakat. Zsikó Zoltán tervei szerint a szekszárdi szürethez hasonló gasztrokulturális eseménysorral csábítják Kalocsára a vendégeket, lehetőleg a Duna mindkét partjáról. Számos más kulturális kínálattal fogunk majd készülni tematikusan. Most, amit így látunk, júniusban is nagyon erős hétvégék lesznek, hiszen készülünk egy food truck show-val, készülünk drift versenyekkel, a repülőtéren készülünk majd mozivetítésekkel, készülünk színházi előadásokkal, készülünk különböző szabadtéri programokkal. Dunaföldvárnak 3 kulturális intézménye van. A Városi Könyvtár május 3-án nyílt meg a látogatók előtt. Akiknek nincs védettségi igazolványuk, azok a pandémia alatt bevezetett gyakorlat szerint továbbra is az ajtó előtt kölcsönzést vehetik igénybe. Május 4-től a Dunaföldvári vár is várja az érdeklődőket. A várudvar védettségi igazolvány nélkül is látogatható, viszont a maszkviselés kötelező. Az Ispán házba május 9-től augusztus 1-jéig új kiállítás várja a látogatókat. Új kiállítást is készítettünk a nyitás örömére, mégpedig a kapcsolódási pontok címmel egy olyan kiállítást, amely gondolkodtunk rajta, hogy mivel nyissuk a szezont, és végül is eszünkbe jutott, hogy
lehetne egy kicsit ilyen szomszédoló jellegű kiállítást csinálni, hiszen ugye erre volt a tavalyi szezonban is példa, tavaly a nagyvenyémi művésztelep alkotásaival nyitottunk. Most pedig arra gondoltam, hogy paksi alkotók nem nagyon mutatkoztak be még nálunk, megkerestük a műfázas kollégákat, hogy javasoljanak, ajánljanak valakit, és javasoltak egy baráti társaságot, egy alkotó csoportot, akik többféle műfajban alkotnak, most az ő kiállításuk látható, most itt ezzel nyitottunk, ez most 9-től már látogatható, és egészen augusztus 1-ig látogatható lesz. Természetesen látogatható a vár többi kiállítása, ugye így például a Fafarogó galériában a Mesebeli Afrika, Magyar László emlékkiállítás, illetve a Vártoronyban a Magyar világ, Török világ állandó kiállításunk, a kilátó és a börtöncellák, és szintén egy új kiállítással készülünk a Fafarogó galériában, május végén vélhetően ez meg is fog nyílni, mégpedig a Balatonföldvári és a Dunaföldvári foltvarrók egy közös, látványos, szép, színes, nagyszabású kiállítása lesz, úgyhogy május végétől ez is látogatható lesz majd. A Fafaragó galériában jelenleg a Mesebeli Afrika Magyar László emlékkiállítás látogatható. A Dunaföldvári Városi Művelődési Házban sokrétű munka folyik, rendezvényeket nem tarthatnak még itt, az előírásoknak megfelelő csoportok viszont beléphetnek az épületbe. Lassacskán ott is visszatér az élet. Ugye a főszabály ott is az, hogy azok jöhetnek, azok a csoportok, klubok, közösségek, amelyek védettségi igazolmánnyal rendelkeznek. Tehát mondjuk vegyünk alapul egy nyugdíjas klubot, a nyugdíjas klub úgy jöhet hozzánk tartani most már a klub foglalkozásait, ha a védettségi igazolmánnyal rendelkeznek, illetve azok a tagok, akik nem, azok sajnos nyilván nem jöhetnek. Jöhet például, ahogy jön is majd mondjuk egy Levendula Művészeti Iskola néptánc csoportja, úgyhogy a gyerekeknek nyilván nem kell, a vezető viszont védettségi igazolmány jöhet csak.